idén is megrendezi a Nyíregyházi Egyetem az egyre népszerűbb kutatók éjszakáját. Az Európai Uniós kezdeményezés a felsőoktatási és a kutató intézmények jobb megismerése céljából jött létre. Több mint 20 helyszíne, számos ingyenes kiállítás, bemutató és előadás várja az érdeklődőket. Minden képzési területhez kapcsolódóan megnyílnak a laborok és műhelyek. A több mint 60 különböző program pénteken délután 2-kor kezdődik és késő estig tart. Ezt követően az október is fontos esemény tartogat a Nyíregyházi Egyetem életében. A legújabb innovációs stúdió átadása október 17-én fog megtörténni intézményünkben, amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen elsőként adhatunk át ilyen innovációs stúdiót. Ma még Magyarországon egyetlen egy felsőoktatási intézmény sem rendelkezik ilyen innovációs stúdióval, melynek alapvetően az a célja, hogy a LEGO által kifejlesztett módszereket megtanítsa a pedagógusoknak, és a pedagógusok ezáltal az általános és a középiskolai oktatásban ezeket a módszereket bevezetve a matematikai, logikai gondolkodás, az írás-olvasás értésnek az irányába tereljék a hallgatókat, illetve a gyerekeket, hogy jobban ezeket a módszereknek a segítsége jobban tudják ezeket a készségeket fejleszteni. November a tudomány hónapja. Erre az alkalomra is számos bemutatóval és konferenciával készül a felsőoktatási intézmény. Többek között egy mini konferenciával annak kapcsán, hogy a Magyar Nemzeti Bank 20 millió forinttal támogatja az Egyetem Gazdálkodástudományi Intézetének hallgatóit. De nem csak tudományos programokkal készül az egyetem. A tanév első felében Mikulás környékén jótékonysági futballmérkőzést szerveznek, amelynek bevételéből megajándékozzák a rászoruló gyerekeket. Tavaly a Bálci Gusztáv általános iskola diákjai kapták meg a felajánlásokat. Ezek egyébként színes ceruza, színező, plüsmaci, minden, aminek igazából egy kisgyermek örülhet, és akár szebbé tudjuk tenni neki, akár a Mikulást, akár a karácsonyt. November közepe vége felé szoktuk megkeresni az intézményeket, hogy melyek azok, akiknek szükségük van egyáltalán rá, vagy az alapítványokat. Később a testület közülük választja ki azt az intézményt, amelynek az adott évben átadja az összegyűjtött adományt. A hallgatók és oktatók közötti barátságos mérkőzést idén már 4. alkalommal rendezi meg az egyetem hallgatói önkormányzati testülete.